Különféle technikával készült rajzok érkeztek a Kecskemét, ahogy én látom című rajzpályázatra, mintegy 400 alkotás a Hírösváros minden szegletéből. A rajzpályázatot a kecskeméti általános és középiskolák tanulóinak hirdették meg. Az eredményhirdetést ma tartották a II. Rákóczi Ferenc általános iskolában. A díjakat Fáriné Boros Erika, az intézmény igazgatónője adta át. Az alsó és felső tagozatosokat és a középiskolásokat külön-külön jutalmazták, és külön díjakat is kiosztottak. A diákok mellett a felkészítő tanárok is ajándékban részesültek. Az ötletgazda Pestini Csábi Andrea, az iskola rajztanára elmondta, az általa tartott kézműves szakkör keretében már hagyomány, hogy minden évben megismerkednek egy magyarországi nagyváros kulturális értékeivel, idén Kecskemét volt a középpontban. Az alkotásokból kiállítás nyílt a II. Rákóczi Ferenc általános iskola aulájában. Az intézményben hétfőn kezdődött el a Rákóczi hét, amikor az iskola egy hetes programsorozattal emlékezik az erdélyi fejedelemről.